Sziasztok! Egy kérés érkezett hozzám, mégpedig, hogy készítsek a modális hangsorokkal kapcsolatban egy videót. Ha jól vettem ki, akkor az illető leginkább az A-húron indulva különböző újrendekkel kapcsolatos oktató videót szeretne. Én azonban úgy gondolom, hogy először azért beszéljünk egy picit a hétfokú hangsorokról. Nem akarom nagyon bőlére ereszteni a dolgot, hiszen az interneten számtalan videót találtok ezzel a témával kapcsolatban. Nekem speciál a kedvencem John Scofieldnak egy nagyon régi oktató videója, ahol ül és a hallgatóság előtt beszél a hangsorokról, elmondja, hogy melyiket mire lehet használni, hova illik, stb. Ez szerintem a mai napig egy alapmű, úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem érdemes megnézni ezt a filmet, megtaláljátok a YouTube-on is. Szóval, hétfokú hangsorokról, amikor beszélünk, igazából beszélhetünk dur, mol, illetve dur és mol jellegű hangsorokról. Ugye a dur skála do, ré, mi, fa, szó, lá, ti és do, így szolmizáljuk. Most én feltételezem, hogy tudtok szolmizálni, de nem akarok ebbe nagyon belemélyedni megint, hogy mi mit jelent. Egészen egyszerűen ez egy képlet. Tehát a dur skálának a képlete az az, hogy két nagy lépés, egy kicsi, három nagy lépés, egy kicsi. Amint ez teljesül, dur skálát kapunk. Tehát ennek az a képlete, hogy do, ré, mi, fa, szó, lá, ti és do. Ez a dur skála ugye egy vidámabb hangzású hangsor, és akkor a szomorúbb az a mol. Ha ezt a dur skálát visszaszámolva, tehát itt a do, ti, lá, láról indítom, akkor megkapom az úgynevezett természetes mol skálát. Lá, ti, do, ré, mi, fa, szó, lá. Aztán létezik még kettő fajta mol hangsor. A második, azaz összhangzatos vagy harmonikus mol skála, ahol a hetedik fokot, a szót, ugye, lá, ti, do, ré, mi, fa, szó, fölemelték szíre, hogy itt is legyen egy vezető hang, mint a dur skálában a ti, ami fölvisz a dóra, és ezt elnevezték összhangzatos vagy harmonikus molnak. A harmadik mol skálám pedig lá, ti, do, ré, és mi, fi, si, lá. Ezt úgy hívom, hogy dallamos vagy melódikus mol. Tehát ez a háromféle mol skálám van. Na most a modális hangsorokat úgy kapom meg, hogyha dur skálának minden egyes hangjáról elindítok egy-egy hétfokú hangsort. Mégpedig úgy ugye, hogy ez a dur skálám, hogy do, ré, mi, fa, szó, lá, ti, do. Ez megegyezik rögtön az első modális hangsorral, amit jónnak hívok. A modális skálákat görög törzsekről nevezték el. Egy kivételével ugye a mixolid skála, az azt jelenti, hogy kevert lead. Tehát ez az ötödik hangsor. Tehát a dur skála, ami megegyezik a jón hangsorral, do, ré, mi, fa, szó, lá, ti, és do, ugye, de a do az a nyolcadik megegyezik az elsővel, tehát hétfokú hangsornak hívom, mert hét hangból áll. A következő skálát azt ré-ről indítom. Tehát a második hangról úgy fog kinézni, hogy ré, mi, fa, szó, lá, ti, do, ré. Aztán a következőt, tehát ezt hívom dornak, a másodikat. A harmadik, frig, azt ugye mi-ről indítom, egyel megint arrébb tolom a dur skálámat, mi, fa, szó, lá, ti, do, ré, mi. A negyedik hangsor a lead hangsor, megint egyel arrébb tolom, fáról indítom, fa, szó, lá, ti, do, ré, mi, fa. Ötödik hangsorom a mixolid, ugye ez a kevert lead,
azt szóról indítom, szólát idó ré mi fá szó. Hatodik hangsorom az eol, azt láról indítom, láti idó ré mi fá szó lá. És itt megint megjegyzem, hogy az eol skála az megegyezik a természetes mol skálával. Tehát ugye az előbb mondtam, hogy a jón megegyezik a dur skálával, az eol pedig megegyezik a természetes mol skálával. És a hetedik hangsorom, amit tíről indítok, az a lokriszi. Ezt sokáig aztán nem is használták, mert ugye tíről indítottam és tíre zárt, tehát nyitva maradt, és ott hiányérzete van az embernek. Ezt manapság ugye a jazzben nagyon jól lehet használni, tehát akár például félszűkített akkordokra rájátszva. Úgyhogy már megtalálta a helyét a lokriszi skála is. Na most, még egy dolgot érdemes tudni a modális hangsorokról, hogy ezek közül vannak úgynevezett dur jellegűek és mol jellegűek. És egy kivétel van, az a lokriszi. Tehát a lokriszi se nem egyik, se nem másik. A mol jellegű a dor és a frig. Ugyanis az, hogy ré, mi, fá, szó, lá, ti, dó, ré, át tudom szolmizálni úgy, mert ugyanazokból a hangközökből áll, hogy lá, ti, dó, ré, mi, fi, szó, lá. Tehát ez egy lásor fivel. A friget pedig át tudom szolmizálni úgy, hogy lá, tá, dó, ré, mi, fá, szó, lá. Tehát ott pedig leszállítom a ti hangot. Ugyanúgy van kettő dur jellegű hangsorom is, mégpedig a lead és a mixolid. A leadet, ugye az, hogy fá, szó, lá, ti, dó, ré, mi, fá, át tudom szolmizálni, hiszen ugyanazokból a hangközökből áll, ugyanazokból a távolságokból áll, hogy, tehát úgy tudom átszolmizálni, hogy dó, ré, mi, fi, szó, lá, ti, dó, tehát ott is a negyedik fokot felemelem, és a mixolidet pedig do, re, mi, fa, szó, lá, tá, do. Tehát könnyű megjegyezni, mert ugye van két mol jellegűm, a dor lásor fivel, a frig lásor tával, a lead dósor fivel, és a mixolid dósor tával, a jón pedig megegyezik a dur skálával, az eol pedig megegyezik a természetes mol skálával. Az összes skálát C-ről fogom indítani, és az A-húrról kezdem. Két oktávos hangsorokat fogok játszani. Tehát az első az egy C-dur skála, ami megegyezik a jón hangsorral. Következő dur jellegű hangsorom a lead, ami a dur skálától egyetlen egy hangban különbözik. Ugye ezt úgy hívtam, hogy dósor fivel, tehát a negyedik foka van fölemelve, tehát itt a C-nél adott esetben egy fiszt fogunk játszani. Harmadik dur jellegű skálánk az a mixolid, ugye az nem görög törzs, hanem kevert leadet jelent, dósor tával, azaz a hetedik foka van leszállítva, tehát itt adott esetben egy B hangot fogok játszani, így fog kinézni. Itt van.
Morskálából háromféle van, természetes moll, összhangzatos moll és dallamos moll, és azon kívül vannak még moll jellegű hangsoraink. Kezdem akkor a természetes moll skálával. Ugye az... összhangzatos vagy harmonikus morskálán, abban a hetedik fokot felemeltük szíre, tehát lásor szíve, ugye az úgy néz ki akkor, hogy szí, itt van. Itt van. Moll skálám, dallamos vagy melódikus moll, ugye ott még a fát is felemeljük fivé, tehát így fog kinézni. És akkor van kettő darab moll jellegű hangsorom még, ugye a dór, az egy lásor fivel. Itt. Itt van. És ez volt ugye a dór, és akkor van a lásor tával, az pedig a frig. La, ta, do, re, mi, fa, sol, la, ta, do, re, mi, fa, sol, la, so, fa, mi, re, do, ta, la, so, fa, mi, re, do, ta, la. Ugye az e-oll hangsor, az pedig megegyezik a természetes moll skálával, ugye a jón a durral, az eol a természetes mollal, és akkor van még egy kivétel, az pedig a locrisi, ami tiről indul, tehát így fog kinézni, hogy ti, do, re, mi, fa, szó, ti, do, re, mi, fa, szó, ti, la, szó, fa, mi, re, do, ti. Jó gyakorlást! Sziasztok!